rajtra kell majd indulni, jó? Egy picit akkor jöjjenek előrébb a hátsó sorok is, mert már kis korba vannak az előlévők. Hátrébb kérem szépen egy picit hátrébb lépni. És akkor szurkoljunk nekik majd a lemendőbb nagyfutóknak. 5, 4, 3, 2, 1, rej! Vigyázzak egymásra! Úgy nagyon gyors emberek vannak, már mindjárt fordítónál lesznek. A következő rajtunk ugye a 10 és a 21 kilométeres rajt lesz, hogy még mozogják egy picit. De sokan jönnek, így van. Nem is tudom, hány indulom volt a kérdés van. Nagyon ügyesek voltatok, gratulálok! A frissítő állomáson banán, csoki, mazsola, keksz, víz, és tudom, mit tudnék ki. Azt mondja, hogy olyan 3-4-12 kör előtt, 3-12 előtt már számíthatunk szerintem, a jobb futók már meg tudják annyira tenni ezt a távot. Na, visszaszámolok úgy, hogy az ovisoknál 5-től és a rajtra fogunk indulni, jó? És akkor én indítom is rajtosan a versenyt. 5, 4, 3, 2, 1, rajt! Stopperek elindultak, ugye? Andrén is stoppert nyomtak? Jó, én is. Hajrá, hajrá, hajrá! Már nincs 21 kilométer, már csak 20,5 kilométeretek van vissza. Na, és akkor maradtak nekünk a 3 kilométeresek, akkor kérném őket, így gyülekezzünk itt a rajtterületben. Vigyázzunk itt a rajt után, mert el fognak minket taposni. Visszaszámlálás, figyelem! 5, 4, 3, 2, 1, sajt! Egymásra vigyázzunk! Már sírás van, már tőlünk eltaposták. Vagy valaki hátán van már. Talán? Ez egy szűk rajterületünk van, úgyhogy ez nagyon veszélyes a raj. Na, hát először a 3 kilométeresek tudnak visszaérkezni. Tók itt van már, előtte keresztbe futott, nagyon jó 53-as rajtszámmal. Egy 11 perc, 40 másodperc. Gratulálunk! 109-es rajtszám. 12. Zalakomár, 43-as rajtszámmal. Nincs, ide a jogén. Jó vagy, Marci, ilyes voltál! Gyere végig, 46-ossal! Gyere már, ügyes vagy! Ez az! 42-es! 13-24! Gyere, Jenny, nyomd meg a végét! 74-es, 91-es, 13-40-nel. 13-40-nel.
oxigén hiány. Sziasztok! Mutasd a rajtszámot, Cukám! 172-esen! Hajrá, hajrá, már nem sok van vissza, gyertek, gyertek, gyerünk Petike, Dömötör Peti, nyomd meg a végét! Gyere Petikém, még 50 méter, nagyon ügyes van! Második osztály, Dömötör Péter, Fekete István Általános Iskola, itt a cél! Péter, gyönyörű, ott a csoki hátul! Hozta valaki a csoki, Vasi? Gyerünk, 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 Domonkos, csak kidéggel család, gyerünk, Domikám, itt a vége! Hajrá, itt a vége, már nincs messze a vége, gyere nyomd meg a végét! Hajrá, hajrá, 153-assal! Rovan Domi, Domi, vedd fel a kabátodat! Gyere Domikám, nagyon ügyes voltál, második, harmadik osztály, bocsánat! Gyere, gyere, gyere! Itt a vége! Nagyon ügyes volt Panna a 19-esen. Igen, megnézzük. Egy időben van. Hajrá, gyere, gyere, már nincs sok olyan végéből. Nyomd meg végig Petikém. Gyere itt a vége, Peti. Nagyon ügyes voltál. Gyere, Petya! Nagyon ügyes volt. Horváth Péter 17-36-tal. Gyere, gyere végig! Hajrá, hajrá, itt a vége, gyerünk, 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 hajrá, már nem sok van a végéből is. 17-58. Gyere végig, Zolikám, gyertek végig, gyerünk, gyerünk Máté! Gyere, gyere, gyere végig Balázs, 97-essel, 18-30-tal. Enker Balázs érkezett, 217-essel. Hajrá, hajrá, nincs mások vissza, gyertek, gyertek! Hajrá, itt a vége, 113-assal, 18 perc, 55 másodperc. 18, 19 perc. Gyere, 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 ügyes vagy, itt a vége, már csak 50 méternek van vissza. Hát 54-esen, nagyon ügyes voltál Zavakomárból, 19 perc, 15 másodperc. Erre gyere. Ez a
24. Gyere, gyere, picsim, nagyon ügyes voltál, 19-ben. Ügyes voltál, az a táskát én hagytad nálam, 73-as a bíró Vanessa. Még külön is úgy, valakit a hátadra kellett volna venni. Picit a rajt, a célterületből menjünk ki, 191-esek. Gyere, gyere, gyere be picit, nagyon ügyes voltál. Gyere végig, Évikém, gyertek, gyere végig a balikán. Ügyesek voltatok. Egy nagy tapsot kérünk, 10 kilométeren az első helyezett futónknak, Gorza István, 154-es rajtszámmal, 37 perc és 50 másodperc. És a cipőjéről, így van, megismerjük. Jó karmozgásáról. Gyere Tomi, Tomi második helyezett, abszolút van, 10 kilométeren, nagy tapsot kérünk neki. Akkor nem is kell nézni, csak a rajtszámot, kettes rajtszámmal, gratulálom Tamás, nagyon szép volt. Kettes rajtszám a második helyezést, ezt direkt érted így, Tamás? Egy pillanatra meg interjúolhatlak? Tudtad előre ezt? Nem, semmi nem tudtam. Nagyon jó időt mentél, nézted? Most néztem az órámat. 41 ebből akartam menni. Az sikerült, ha jól látom, mert 40-en belül érkeztél, sőt 39-en belül érkeztél. Hát igen, meglepetés abszolút. Sok közös edzés. Igen, de a mai elmaradt. Igen. Már kellett volna közös edzésünk benne Szeged elmaradt. És közben bocsánat, már nézem a következő befutónkat. Gulliver a 140-es rajtszámmal, harmadik helyezett abszolút ugye. Nagyon szép volt. Topos Gábor, hajrá Gábor! Gyere végig, gyere végig! És az Őri Norbi! 231-es, Norbi, hányas rajtszámod van? Nem mondom, hogy a melyet mondok közben. Hajrá, Jani! Tapsoljuk meg a célba érkezőket! 40, 43, valamennyi. Nagyon szép volt, és már gyorsan beállsz a sorba, és osztod magadnak a csokit. Dicsérdi Kornél közeledik a cél felé. Gyere, Kornél, hajrá, abszolútban, hetedik helyen. Hetedik helyen, jó. 66-os rajtszámmal. Gratulálunk, Kornél! Szép volt. Egy nagy tapsot kérünk neki, így van. És a célban 163-as. Első 10 kilométer a versenyzőknek. És megvan. Lehet, hogy az utolsó is. Köszönjük, aztán majd kikérdezzük erről a dologról. Novák Nóra, testnevelő, zavalóvőn, nagyon sok gyerekkel érkezett, és tudókkel. Gratulálok, Nóri! Nagyon ügyes voltál! Gratulálok! Szeretném megkérdezni, hogy ügyesek kapitányokat szóval tudni. Most pillanat, egy kicsit rosszul. Jó volt, szóval nagyon jó. Megkérdeztem, hogy hány gyerkőcsöt hoztál? 17 gyerkőcsel jött valamiből a tanárnő. Nagy tapsot neki! Nagy tapsot neki, így van. A gyerekeknek is így van. És remélem, hogy a tanárnő jó példát szolgál nekik, mert mondom, hány edzése volt a héten? 5-6 edzése, hallottuk? 5-6 edzése. Véletlenül megnyerted a nőknél, abszolút első helyezett lettél. Úgyhogy... Áratlan volt. Nem figyelt rá a környezetet, hogy kik merre futnak. Következő célba érkező, segítség nekem. Hajrá, itt a vége, nagyon jó sprintet látunk. 126-os rajtszámmal, gyönyörűen. Abszolút tizedik, kategória győztes lesz szerintem ő. Nőknél abszolútban második helyezett, abszolútban női második helyezettünk 64-es rajtszámmal. Illetve megelőzte, bocsánat, 130-assal. 64-es a következő befutó, harmadik nőknél. Gyere végig, itt a vége, gratulálunk!
látva megvan az a 10 kilométer. Gyula már, Sárvárról, Szár. Gratulálunk, 93-as. Vince Victoria, Zasz Ese, kislányával, segítőivel, 23-as egyszámmal. Nagyon ügyes. Hogy esett a futás? Milyen volt a verseny? Hogy éreztek magad közben? Nagyon jól esett a futás, nagyon jó volt. Én most lehet, hogy itt elisztődik, és szerintem nagyon szóval kiszitalsó. Akkor ott fog esni egy kis pihenés. Adom a kulcsomat. Hajrá Péter, gyere, gyere, itt a vége már. Nem sokan vissza, 10 kilométeres célba érkezünk a következő. Gratulálunk, Péter! Hogy is jöttek utána? Ne hagyjátok elmenni. Még elfut egészen itt. Az ő rajtszámát nem látjuk. Mutasd valahol a rajtszámodat. Szomogyi Péter! Szomogyi Péter! Hányas rajtszámod volt? Mert készítenénk itt egy riportet Szomogyi Péterrel, aki sportművészetben, ha jól tudom, jelesedett. Többször is országos vezet világbajnok, számlálatban, ahogy ő mondja, de azért csak a világbajnok ezzel, csak először országos bajnokságra, hogy nem. Ha nem hiszem, egyszeres világbajnok vagyok, és kétszeres bajnok vagyok. Egyszeres világbajnok, kétszeres Európa bajnok, nagy tapsot kérnék neki, sportművészet. Kevesen tudunk róluk sajnos, de annál jobban becsüljük meg őket. Én azt kérdezném Péter közben azért a futásra kapcsolatban, hogy ugye egy kicsit, eléggé kicsit, tehát elég más ez a kettő. Koncentrálsz, nem mozdulsz, azért futni kell, kikapcsolsz itt a futás közben, vagy rendszeres futó vagy egyáltalán. Rendszeres ezt a kapcsolatot, mint ezt a négyszer járok. Kikapcsolik el, főleg munka után, ezért a Nem gondoltam volna, hogy négyszer is. Hát futok-futok, és mondtam, hogy négyszer le. Négyszer el meg tudva, Péter pedig a sportlővő, tehát nem mond. De az állóképességét ez elő is fejleszti. Gratulálok, Ugyatsz a Péter. És én pedig szólítanám akkor szépen sorban ide föl a dobogóra. Hátulok ez az óvodásokkal. Hát ők nekik ez most eredményhirdetésük. Maradj ott fönn, jó? Légy szíves, Sára. Képekből próbálunk kiállni valami a szélére. És középről lehet fényképezni. Második helyen nézett át, Kaszás Viktória. És első helyen végzett, Molnár Amina. Nagy tapsot, micsoda óriási kislány. Második helyen végzett Bakonyi Gergő. Oda a kettes a Gergő, állj fel! Épp fölt fel a kislány mellé. És első helyen végzett Garai Dávid. Nagy tapsot nekik! Körülbelül 10 perc múlva várható az első félmaratonistánk a célban. Valaki fel ismeri mozgásáról hölgyet? Nagy tapsot 84-es rajtszámmal. Gratulálok, nagyon ügyes voltál. Németh Gábor, gyere, 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 időben azt mondja, hol is tartunk. 1 óra 18 perc környék idővel, Németh Gábor, nagy tapsot kérünk neki, gratulálunk, gyönyörű volt. És a második helyzet is itt a következik mögötte, nem sokkal, Garami Árpi, hajrá Árpi, 117-es rajtszámmal, 1 óra 18 néhány másodperc. Gratulálunk, fiúk, Árpinak is, hogy esett? Nem,
Éreztem egy kicsit a lábamban, tenned a futást. Köszönöm szépen. Tenne közelebb, mutatkozzon. Bonyolat vasenyről érkezett a Gábor, rendszeres futó vagy gondolom. Igen, egy ilyen rendszeres futó, hogy én maratonok, vagy hosszabb távok, vagy rövidebb távokon? Én maratonok is maratok. Hogy esett a mi versenyén? Önök lesz a Köszönjük mi is, és még egyszer gratulálom. Jó pihenés. Nagyon szép volt Bálint, gratulálom. Zalaegerszegi aszfaltcsapatot. Egyéni csúcsot futott, nagyon jó. Ilyen rövid ívodra volt csomó sehetőségünk. Nem kap el egyéb is szegény. Abszolút negyedik helyen közeledik a versenyző. Nagyon ügyes voltál. Egy 135-ös rajtszámmal. Gratulálom. Nagyon könnyedén, nagyon lazán, úgyhogy vissza is fordulhatsz mindjárt, és akkor meg lesz a maraton. Szép volt, Robi, gratulálok! Köszönöm. 69-es rajtszámmal, gratulálok! Hármas rajtszámmal, Szintár Udon. Gratulálunk! Dalegesszik, azt mondtok a trók! Szép voltunk itt! Akkor hogy esett ez a futás? Mert az tere vagy bogar, akkor azt látom. Egyéni csúcs, nem az első, aki egyéni csúcsot futott itt. Rudi, gratulálunk az egyéni csúcsokhoz! Azt mondom, hogy egy kisebb kívül. Ötöpölött is van életem, ez így nekik tudottam. Jó, van egy éve. Gratulálom még egyszer. Gratulálunk, mi a két beérkezőnek. 1 óra 31 körül idővel. Gratulálunk. Ó, ha nem ragasztottad le a mell környékét, szépen kivérzett. Lényegé gratulálunk a célra, 30-as rajtszámmal. Gratulálunk Attilának, Dávid Attila a célban, 5-ös rajtszámmal. Szép volt Attila, az a legjobb, hogy ezt megcsapatott. Gyerünk, Andi! Mind a kettőnek, mind a kettő zalaeszeki aszfaltcsapató. Apád, az jó, az jó, az az apa. Emlejével együtt az Andi első hölgyként. Megcsináltam, szia! Gyerünk! A legszebb dalomok, nem Zsoltár, az én imád, csak Artúr, a diplomám, két dokok, farmerom, az egzisztenciám, egy zindog gitár. Ügyesek voltak, hogy remény, köszönjük látok. Ennyi kell, szól a dal, mindig így érzél után. A szív ritmusára néha táncok lejtenek, ha látják a kőket, hát én Arcába. Mutatkozz a légy szíves.
Bognár Adrián Sárvára érkezett? Nem Sárvára, honnan érkeztek el? Kapuvár környékéről. És hát ugye a Kélbaraton ez az első ilyen hosszúfutásod? Igen. Gratulálok először is, nagyon szépen futottál. Honnan jött valakinek ilyen fiatalon, ilyen 21 kilométeres távon elindulják? Volt itt 3 kilométer, volt itt 10 kilométer, ami könnyebb lett volna egy kicsit. Timi bátya. Timi bátya. Ő Pék Imre, tudni kell, ugye, aki spartakonista, szintén spártai hős, és hát óriási versenyeket, Bécs, Budapest, stb. Amivel teljesített. A Gülön nagybátyád. Akkor közben Imre is rejt a célba, közben elém. Egy picit megkérdezem őt is, Imre, hogy látod az ő futását, vagy mit látsz benne, vagy mit gondolsz az ő futásaidról, vagy mennyit tud, gondolom látod a fejlődését. Most harmadszor. 9 éves ember. Egyik futás, ugye, külszegen, az nem is kiskulta, tehát egy kultában föl le, az kinyírja az ember, nagyon, tehát az egy kemény. Ugye ez egy sikere volt, azért megkérdezem, szerintem melyik volt a könnyek? Hát gratulálom még egyszer, és akkor nagyon sok futósikert kívánom neked, és az Izrének is gratulálom, és köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével. Köszönjük szépen! Szép csöndben jött a célba, befutott közben Rudolf Tamás barátom is, aki 2000 ezeren, hát ilyenkor a célba voltál. Örökországban, Adélból Spártában futott 246 kilométer. Első magyar férfiként abszolút a 7. helyen érte a Tamás a célba. Azóta már volt egy Budapest maratonja, meg most ez egy kis levezető futása, én azt kérdezném meg, hogy hogy érzi magát mostanában akkor ide, hogy nagyobb futások után meg a spártai főnök, spártai hőskép. Elég jó, most még tényleg csak ilyen lassabbakat futok az esélyek, aztán nagyon hosszabbak is. Tényleg hosszabbak is, 246 kilométernél hosszabbak, most nem tudok jelenleg nagyon. De lehet, hogy a Tamás már kinézett egy következő van nagyobb versenyt. Nem, mert most eljött van a struktúrverseny, majd jövőre. Tamás körülbelül a 246 kilométernél, akkor bejött a célba, és szerencsét volt látni, körülbelül így nézett ki, mint most. Tehát nem viselte meg, azt hiszem megfordul, és visszaindul Athénba. Azért beült egy kicsit a sátorba, megmosták a lábát, aludt egy órát, megpróbálkozott, és jött vissza szurkolni az összes többi magyarnak. Úgyhogy nagy tapsot kérnék szépen Rudolf Tamás, spártai hősnek! Gratulálok a 111-es számú versenyzőnek, ügyes voltál! Következőbe érkezünk, 85-ös rajtszámmal, gratulálunk! Egy metál kabrió jelbeszéddel hívogat a visszapillantó. Versenyzik a széllel egy metál kabrió. Élvezte is, mit rejtett maga? 18 év alatt első helyen végzett Horváth Márton. Horváth Márton van? Nincs Horváth Márton? Már megmondta szegény a várakozás. Megállsz, ha egy stoppost rejt, egy szoknya és kalap. A bőrülésed a jó görel fér, mindig megmarad. Négy keréken gördül egy metál kabrió. Egy szőke mosó csillant a visszapillantó. Szerpentinen szágult egy metál kabrió, jelbeszéddel hívogat a visszapillantó. Négy keréken gördül egy metál kabrió. Élvezte is, mit rejt a csoda, szédült kabrió. Egy metál kabrió, élvezte is, mit rejt ez a csoda, szédült kabrió.
kétnegyednek ritmusára nyomod a dudát. A kettő négyre csikordulnak a lejtőn a fékpofák. Megállsz, ma egy stoppos trejk, egy szoknya és kalap. A bőrülésem a jó bőr elfér, mindig megmarad. Négy keréken gördül egy metál kabrió. Élvezte is, mit rejt a csoda, szédű kabrió. Négy keréken gördül egy metál kabrió. Egy szőke mosó csillan a visszapillantó. Szerpentinen száguld egy metál kabrió. Jelbeszéddel hívogat a visszapillantó. Versenyzik a széllel egy metál kabrió.